Hello srácok, üdv mindenkinek! Ez itt Franciaország egyik síterepe. Itt Megève-nek hívják ezt a környéket, és ez egy a francia Alpokhoz tartozó síterület, és talán a síelés és a szabadidő okán át is lehet fűzni a vadonatúj vagy megújult Skoda Kodiakra ezzel a helyszínnel. Ezért hoztak minket ide, hogy megmutassuk, és én most megmutassam nektek ezt az autót. Az első benyomásokat elmondjam az autóról. Most érkeztünk mai nap során, és túl vagyunk egy autópályás tesztvezetésen, túl vagyunk most már egy kicsit, hát off-roadnak hívták, de valójában dirt road, ilyen hegyi utakon mentünk föl az egyik csúcsra. Itt van egyébként nem messze tőlünk a Mont Blanc is, és a távolban a hegyek teteje az havas. De sokkal inkább foglalkozzunk azzal, ami itt van előttünk. És egyben teszteljük is a francia internetet, lehet, hogy szakadozni fog, akkor majd, ha most szakadozik, akkor úgyis feltöltöm ezt az élőt, tehát fogjátok majd úgy is látni. Elnézést, ugye itt a hegyek között ilyen az internet, remélem azért végig fog menni. Szóval Skoda Kodiak. Ez egy nagyon népszerű autó. 2016-ban mutatták be, bár hozzánk 2017-ben érkezett csak meg, de azért mégis eltelt, hogy is van, 18, 19, 20, 21, ez a negyedik év, és most kapja a frissítést. Ami, ha még elgurul 2-3 évet, akkor azt jelenti, hogy ez az autó körülbelül olyan 7-8 éves modellciklussal dolgozik, ami egyébként elég sok, bár semmi nem indokolja, hogy ezen gyorsítsunk. Nem változott sokat, azt el kell, hogy mondjam. Amit itt láttok, ez az eres változat, és ez egyből egy jó hír, hogy ezekben a környezeti és környezetvédelmi normákkal nagyon terhelt időkben van és lesz még eres, 245 lóerős. Menjünk végig, hogy mi az, ami változott rajta, és közben én mondok egy pár dolgot, tehát 16-tól mutatták be, és 600 ezernél is többet adtak el. Itt a legnagyobb a változás, ha megnézitek. Ez a hűtőrács, ez kicsit most nekem az Enyákat juttatta eszembe, mert ahogy indultunk Budapestről, pont beállt mellém a márkaigazgató az Enyákkal, és nagyon-nagyon hasonló alapáron most már ledesek a fényszorok, akár lehetnek Matrix ledesek, azaz ilyen okosan ide-oda kapcsolgatós több Matrixból vagy több ledből összeálló rendszer is lehet a Kodiakon. Hátul is ledes a fényszóró természetesen. Nem változott olyan nagyot itt hátul sem. Kapott ide pici szárnyakat, így a térben, ugye ez így kijön, illetve ez a felső spoiler is más. Azt mondják, hogy még talán alul is volt valami változás, bár hát ember legyen a talpán, aki így ezt elsőre meg tudja mondani. Ez egy nagyon szolid modell frissítés volt, hozzáteszem, nem is kellett nagyon frissíteni. Tehát amit már elkezdtem nektek mondani, 600 ezeret gyártottak eddig a Kodiakból, ennek döntő többségét Csehországban, 354 ezer példányal Csehországban készítették el, ami furcsa volt nekem elsőre, de hát aztán utána nem is annyira, hogy képzeljétek, Kínában is 150 valahány ezret legyártottak belőle, egyébként még az oroszok és az indiaiak is gyártják a Kodiakot, azok az autók nyilvánvalóan nem jönnek hozzánk, tehát a helyi piacra sokkal kisebb darabszámba készülnek, de készülnek. És még mindig dízellel veszik inkább az emberek, Magyarországon már kapható, ha fölmentek majd a márka weboldalára, akkor 9,5 milliótól indul az 1.5 TSI, tehát ma már ezt az autót tudjátok konfigurálni. Hatalmas a csomagtér, 830 literes, és ugye ha Skoda, akkor Simply Clever. Ezek azért jópofa dolgok, ezek mindig hiányoznak az én autóimból, amikor ilyen bepakolom a Lidli szírszarokat, és össze-vissza hánykolodnak. Azért ezek valóban átgondolt dolgok. Nézzétek, ez is milyen jó így. Akár hétüléses is lehet, és ez egy nagyon jó üzenet, mert ugye Magyarországon ez a hétüléses dolog a 2,5 milliós állami támogatással nagyon hasít, és mint már említettem, többnyire inkább még dízelmotorral választják a magyarok ezt az autót, meg a világban is inkább dízelmotorral választják, viszont ami nagyon meglepett, hogy szinte döntő többségében 90% fölötti az automata választás. Tehát kéziváltóval szinte nem is kérik. Ugye kéziváltóval nem is nagyon lehet összekonfigurálni.
kéziváltóval az 1.5 TSI érkezik. Közben azért itt körbenézünk, ez az RS, mint már említettem, ez a csúcsváltozat. Hát ha ez az RS-ből, ha mindent belepakolsz, és tényleg agyig szereled, lista áron akkor majdnem 22-ig föl lehet vinni. A világ ilyen. Jó? Most ezzel most azért nem sopánkodok, mert ezt majd ti megkommentelitek, jó? Hogy milyen az, amikor Skoda Kodiakot 22 millióig el lehet vinni. Azt mondjátok meg nekem, közben azt kommenteljétek már be, hogy milyenek a benyomásaitok, illetve hogy tetszik ez az autó, mert hát ugye az SUV-k világát éljük, tehát aki nem SUV-t gyárt, az nem tud autót eladni, és szerintem nagyon jól belenyúlt ezzel a Skoda. Szerintem ez... Ugye az Octavia és a Superb sikere így megy tovább ebben a dologban, és noha szerintem a kisebb SUV-k, a Karok meg a Kamik, azokat úgy nem is nagyon látjuk, ez szerintem ez nagyon-nagyon üt. Ez az Aero felni, hát minimum érdekes, de dizájnos. Szóval, mint már mondtam, inkább apróságokon változtattak, amivel vagy amihez hozzányúltak, az a technológia. Ez érzékelhető is volt, ugye a legmodernebb technológiai fejlesztéseket kapta meg. Ezek ugye az asszisztencia rendszereket érintik. Mint már láthattátok az előbb, mindjárt be is fogom majd kapcsolni. A digitális műszerfal megérkezett, akár 9-szolos középső infotainment rendszerrel, ami igen nagyon komoly. És az összes olyan asszisztencia rendszer, amit ma már azért mindenki ismer, aki új autót már látott, sávban tartó rendszer, táblafelismerő, adaptív táblafelismerés, jó, becsukom, nyugodjál meg. Ez a 10-25-ös kijelző. Hát ugye Volkswagen koncernből ez már ismerős, mindjárt megkapcsolgatok nektek dolgokat. És ugye, hát ez a technológiájában a legfrissebb dolog. Hála jó Istennek maradtak fizikai gombok, középen a klímapanel, látjátok, itt is megmaradtak még a fizikai gombjaink, DSG váltó, és hát mentünk egy kicsit hát offroadozni, ezt merész offroadnak hívni, de valóban ezen a hegyvidéki úton szépen elbilleget idoda lépkedve a 4x4, az RS-t nem lehetett fölvinni. Gondolom azért ez kicsit alacsonyabb. Na, akkor nézzük meg, hogy néz ki a műszerfala, hogy léptetem. Kellően gyors. Szerintem ezzel a dologgal abszolút nincs baj. A Volkswagen koncern ezt a digitális világot ezt egész jól összerakta. RS kormány, és középen ez a nagy kijelző, amely ilyen közelítés érzékeny, tehát hogy közelítesz felé, akkor itt mutatja a kis kész, hogy ez be van kapcsolva, akkor fölugranak különböző funkciók. Amit meg akartam nektek mutatni, hogy ebbe is úgy, mint ahogy a Superbe láttuk, vagy az Octaviába különböző módokon lehet közlekedni, hogyha nagyon fületek, hallani fogtok mindjárt egy kis morgást. Figyelj, majd a sportnál, tehát most még nincs, figyelj, most csöndben maradok. Nem tudom, mennyire hallatszódik, ez a generált motorhang. Az autóipar legnagyobb tévedése, de generált motorhang, érted? De mindegy, van benne generált motorhang is. Jó. Nem volt nagy változás. Én azt mondom, hogy ez egy ilyen nagyon szolid, és egy ilyen inkább technológiát érintő változtatás volt. Gyorsan összefoglaljuk akkor a megújult Skoda Kodiakot. Akár négy kerékhajtás, ugye DSG váltó, többség az, hogy a DSG váltóval jön, RS modell is 245 lóerővel marad, akár hétüléses változatban a legmodernebb fedélzeti rendszert kapta meg, amit ugye jelenleg a koncern elő tud állítani. Benne van már a digitális műszerfal, elő-hátul ledes a fényszóró, új felnik érkeztek, szerencsére nem borultak el a mérnökök, hogy a gombokat száműzzék, nagyon jól tették. Továbbra is egy kicsit magas padon ülünk, még hogyha ilyen RS sportos ülésekben vagyunk, ez magas, hát egy nyilván egy SUV, hogy magasan kell ülni. Ilyen kis sámli érzése van az embernek. Egyébként pedig talán az első olyan benyomás, amit így ki tudtam érezni belőle, az, hogy mintha halkabb lenne.
Én a sima 2 literes dízellel jöttem az autópályán, és olyan egészen szürreálisan halk tudott lenni az autó. Leginkább egyébként style felszereltségben veszik az emberek, az eresek pedig, azt is megnéztem, 11%-ot képviselnek körülbelül a portfólióban. Na, írjátok meg, hogy tetszik az autó, írjátok meg, hogy mi lehet a sikerének a titka, és hogy, ami engem érdekelne, hogyha mondjuk ilyen koncernen belüli versenytársakat nézzünk, jó? Mondjuk nézzünk egy reflexből egy Tiguant, ami nekem valamiért nem jön be. Egy Tiguan mellett miért mondjuk a Kodiakot választanád, ha azt választanád? Vagy hol van ennek az autónak a helye, úgy általában a fejekben? Mit gondoltok erről az autóról? Engem nagyon érdekel. Jó? Én pedig búcsúzom, mert hamarosan megyünk tovább. Most jönnek még csak a prezentációk, meg a bemutatók, de szerintem mindent elmondtam, amit tudni kell erről az autóról. Köszönöm, hogy itt voltatok. Kommenteljetek, osszátok meg, mondjátok el a gondolataitokat. Tényleg kíváncsi vagyok rá. Én nagyobb változást reméltem, vagy vártam, de aztán rájöttem, hogy ugyan minek. Na, mindenkinek nagyon szép estét kívánok, én búcsúzom innen Franciaországból. Szevasztok, köszi, hogy itt voltatok. Aloha!